Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A Vezess YouTube csatornájának legújabb videójában az E10-es benzinről beszélnénk. Most nagyon sokan, nagyon sok mindent beszélnek róla. Összefoglalnánk egy kicsit a tudnivalókat. Itt van is egy kép, ami mutatja, hogy ez az E10 még bevezetés alatt, ugye sok benzinkúton még matricákkal jelzik, hogy a 95-ös ezután nem E5-ös lesz, hanem E10-es. Ugye már ez egy kérdést jelent, hogy tulajdonképpen mi az, hogy E5, E10, mik ezek a betűk meg számok. De azért sokan tudták, hogy a 95-ösnél már ugye régen bevezették, hogy annak van egy bizonyos E betű tartalma, de az jelen esetben nem tartósító szer, mint az élelmiszereknél, hanem az etanolra, az etilalkoholra utal. Most ennek az arányát emelték föl 5%-ról 10%-ra. Hoztam is itt egy felest. Ezt azért hoztam ezt a kis italkát, ugye ez pont akkor, mint egy stampedli, mert régen, ugye vagy korábban, még tavalyig a 95-ös benzinekben pont egy ilyen stampedlinyi etilalkohol vagy etanol volt minden egyes liter benzinben. Most ennek az arányát emelték föl 2 stampedlire, ami 10%-ot jelent, ugye ez az a bizonyos 10-es szám az E betű után, hogy ezután nem 5% az etanol tartalom, hanem 10. Egyébként ugye pont az a vicc, hogy ami ebbe benne van, ugye ez egy kis rövid ital, hogy így mondjam, ebbe is ugye etanol van, vagy etilalkohol van, mondjuk ennek a 40%-a etilalkohol, ha jól tudom, mert ugye nálunk a szeszes italok többnyire ilyen százalékúak, kivéve akik olyan jó erős, masszív pálinkákat főznek, ott ugye 50%-a az etanol tartalom, és van a stró. Én a strórumot tudom, nem reklámot csinálva neki, csak emlékszem, hogy az 70%-a az alkoholtartalma. De most a benzineknél tartunk, ott ugye eddig 5% volt az etanol vagy etil alkohol tartalom, most pedig 10. De mi is ez az etanol vagy etil alkohol, és miért tesszük bele a benzinbe? Ez egy tulajdonképpen egy környezetvédelmi törekvés. Azért tesszük bele a benzinbe, mert egyrészt magának az etanolnak is kisebb az elégetés során keletkező széndioxid mennyisége, vagy kevesebb széndioxidot termel, ezzel ugye csökken az üvegházhatás. Ugye az E10-essel ez még fokozottabb ez a hatás. A másik pedig az, hogy az etanolt, az etilalkoholt, mint ahogy a kis rövid italokat is, ugye valamilyen növényi eredetű termékből állítják elő, a leggyakrabban kukoricából, derületáltalán rosból, krumpliból, barackból, cseresznyéből, nagyon sok mindenből. Az a lényeg, hogy annak a növénynek legyen valamilyen cukortartalma, ezt a cukrot alakítják át a gyártás során etil alkohollá vagy etanollá, és ezt keverik hozzá a benzinhez. Na most a dolog lényege az, hogy miközben a növény ezt a cukrot előállítja, széndioxidot épít be magába, ebből csinálja azt a cukrot, amiből mi az etanolt. Tehát tulajdonképpen, amikor mi elégetjük az etanolt, akkor csak olyan széndioxid kerül a levegőbe, amit előbb a növény már föl magába szívott, átalakított. Tehát tulajdonképpen ez ilyen, úgy szokták ma mondani, hogy széndioxid neutrális esemény, vagyis annyi széndioxidot nyeletünk el valahol, mint amennyit termelünk is. Tehát ezért az etanol tartalommal, az etanol tartalom növelésével tulajdonképpen jót teszünk a természetnek, mert csökken a széndioxid kibocsátás. De most egy baj van, hogy ugye szóba került, hogy ez az etanol vagy etilalkohol tartalom nem tesz túl jót az autóknak. Na most itt pont egy olyan autót mutatok, aminek egyáltalán nem árt. Itt ebből a szempontból, ártalmasság szempontjából én 3 nagy fejezetre osztanám az autókat. Itt az új autókat mutatnám, ugye ez egy új Vitara. Az új autóknak semmi gondjuk nincs ezzel az E10-es üzemanyaggal, mégpedig azért, mert már minden alkatrészüket mindent úgy alakítottak ki, hogy ne ártson nekik. Egyébként a Suzuki nagyon érdekes példa ebből a szempontból, mert már nagyon régóta, tehát ami a Suzuki Magyarországon van, azóta minden Suzuki-ba lehet E10-est használni a gyár állítása szerint. Na most ezt az Alfa Romeo-t pedig azért tettem ide, mert ő egy érdekes példa ebből a szempontból. Az Alfa Romeo nagyon későn tért át az általános E10 engedélyezésre. Ez a dátum egész pontosan 2011. január 11-e. De ő volt az utolsó. Tehát gyakorlatilag ez az a dátum, ez a 2011. január 11, akinek ennél fiatalabb autója van, annak az E10-essel sok gondja nem lehet. Itt az autónak már minden alkatrésze gyakorlatilag úgy mondjuk, hogy kompatibilis. Az E10-el bátran minden további nélkül használható.
Még azt azért talán fontos megjegyezni, hogy ennek az E10-esnek milyen járulékos hatásai vannak, például akár új autókban is. Ugye sokan félnek, arra vissza is megyek egy új autóra, ugye sokan félnek attól, hogy esetleg csökken a motor teljesítménye, vagy többet fogyaszt vele. Hát mind a kettőben van azért valami, mert az etanolnak az energiatartalma az kisebb, mint a benziné. Körülbelül olyan kétharmad annyi energia van benne. Tehát minél több etanol van a benzinben, annál kevesebb egy liter üzemanyagnak, nevezzük így, vagy tüzelőanyagnak az energiatartalma. Ezért van az például, hogy a már szélsőségesen magas etanol tartalomnál, ilyen például volt például, amit korábban nálunk is árusítottak, az E85-öst, abból jelentősen többet fogyasztottak az autók, mint ugyanaz az autó benzinből. Itt azonban az E5-ös és az E10-es, ugye itt az a különbség, hogy 5% helyett 10% van az üzemanyagban, ez olyan pici változtatás, hogy gyakorlatilag nem megfogható. Elvileg ugye a kisebb energiatartalom miatt 3%-kal növekedne a fogyasztás, azonban ez majdnem hiba határ, ha belegondolunk, ez 5 literes fogyasztásnál másfél decit, 10 literes fogyasztásnál jelent 3 deciliter üzemanyag különbséget. Ezt néhány kövérebb gázadással, az útvonal megváltoztatásával simán összehozzuk. Végeztek ellenőrző méréseket, össze-vissza eredmények jöttek ki. Volt, ahol egy kicsit többet fogyasztott, volt, ahol egy kicsit kevesebbet. Ugye a másik gond viszont, hogy ugye sokan attól tartanak, hogy az etanol, már tulajdonképpen az E5-ös is problémákat okozott, és ez így is van. Itt egy Lada 1002-esnek a képét tettem ide be mutatónak. A 30 év, tehát azt mondtuk, hogy az új autókra semmilyen problémát nem jelent az E10-es használata, viszont most jön a másik véglet, a 30 évnél öregebb autókra viszont jelent, de azokra már az E5-ös is jelentett. Itt szereztem is egy pár képet olyan hibákról, amit okozott, amit én magam is sajnos átéltem, tehát saját tapasztalat is, bár nem saját a kép. Itt például egy megrosdásodott üzemanyagtartályt látunk. Ezt ugye az okozza, hogy az etanolnak, tehát ezért már az 5%-os etanol tartalmú benzinnek is, tehát a régi 95-ösnek is korrozív hatása van. Nekem például a motorkerékpáromnak a veteránkorú, mondjuk az én motorom most már 65 éves, sőt idén már 66 lesz, az egész belseje rozsdás lett, úgyhogy nagyon komoly kezelésnek kellett utána alávetnem. A kis benzinszűrő az egyszerűen összetörött, annyira elrozsdásodott. De mint mondtam, ez a 30 évnél idősebb járművek régazol még acélból készül, ugye ez is egy acéltartály, acélból készül a tank. Amennyire én tudom, ez is egy veterán autó, itt például a gumialkatrészt támadta meg. Itt látszik, hogy ilyen egy új benzinszivattyú, és itt látszik, hogy itt ezt a kivezető csőnek, ezt a csatlakozóját, ezt a gumialkatrészt, elég rendesen, ezt a két gumi alkatrészt elég rendesen megtámadta az etilalkohol. Itt megint a korrózióra látunk példát, ez szintén egy üzemanyag szivattyúnak az esete. Sajnos a vas alkatrészeket megtámadhatja, itt viszont mást látunk, azt, hogy az etilalkohol az alumíniumot is meg tudja támadni. Bizonyos alumíniumokat, nagyon fontos, hogy nem minden alumíniumot támad meg, hanem bizonyos alumínium ötvözeteket. Tehát amit meg is lehet nevezni, ilyen, ami ahol az alumínium magnéziumot tartalmaz, ahol az alumínium, jaj, melyik is volt az a másik fém, horganyt, tehát cinket magyarul, azt tartalmaz, és vannak ilyen ötvözetek, amik az összeset tartalmazzák, ezekre beszedelmes lehet, itt látszik, hogy mindenféle ilyen lerakódásokat képzett. Én ilyet is láttam, igaz, hogy az a kis motor, az egy szintén karburátoros, az ugye egy karburátor, itt van az úszóház, itt az úszó, itt a két torok, amin ugye a benzin bejut a motorba. Abban is lerakódásokat okozott, annyira, hogy csökkentett a motor teljesítményét, és bizony nagyon nehezen jöttem rá, hogy itt van például egy ilyen kis fúvóka, ez nem az a fúvóka, de egy ilyen fúvókán okozott olyan lerakódást, hogy nem ment át rajta a benzin, és ezért csökkent a motor teljesítmény. Egyszerűen nem volt hajlandó egy bizonyos fordulatszám fölé forogni. Itt megint megint kicsit pici a kép, gumihibát látunk, itt a gumicsövet ette meg, tehát ez a másik, amire az etanol rossz hatással van, tehát az egyik az alumínium ötvözetek, a vasat rozsdásítja, nagyon erősen tudja korrodálni az acélt, és a gumicsöveket, azokat fel tudja oldani, megöregíti őket, tehát elkezdenek repedezni. Már most előrevetíteném, hogy ugye öreg autókról van szó, sokszor nehéz megmondani, hogy ez adott hibát például ezt is az okozta-e,
hogy etil alkohol tartalmú, etanol tartalmú üzemanyagot használt, vagy egyszerűen a kor tette, mert sok esetben a kor teszi föl a koronát a meghibásodásokra. Tehát ez az öreg autókra jellemző hiba, ezeket már az etanol is tönkretette. Na, itt van egy példa megint az alumíniumra, találtam egy ilyen ábrát, ami azt mutatja, hogy itt még ráadásul fokozták is az etanol tartalmat, remélem jól látszik, itt van egy nulla etanol tartalmú üzemanyaggal végzett kísérlet. E5-össel, E10-essel, E15-össel, E20-assal. Itt tudni kell, hogy az Egyesült Államokban magasabb etanol tartalom is van. Ott nagyon jó tapasztalatok vannak egyébként az etanollal. Tehát találtam olyat például, hogy nem tudom, melyik államban azt állították, hogy az ózondús napok száma lecsökkent, mióta ezt használják. Máshol a szén-dioxid koncentrációnak a csökkentését tapasztalták, ott ezért is vannak ezek a magasabb etanol vagy etilalkohol tartalmú üzemanyagok. De itt látszik, hogy 24 órára betették ezt a bizonyos alumínium, itt írja is, hogy alumíniumról van szó, alumínium ötvözetből készült alkatrészt, és látszik, hogy az E0-ásban semmi baja nem lett, az E5-ös már egy kicsit megrágta, és aztán, ahogy emelkedett az etilalkohol tartalom, egyre komolyabb lett a károkozás. De itt megint azt mondanám, ami egy érdekes jelenség, hogy ezt már ugye az E5-ös is kikezdte, úgyhogy ez egy olyan alkatrész, ami semmilyen alkohol tartalmat nem bír el. Hát ilyenek vannak sajnos esetenként, illetve nagyon sok esetben a 30 évnél idősebb autókban. Még egyszer mondom, acélalkatrészek, bizonyos alumínium ötvözetek és gumi csövek, tömítések, azok, amik veszélyeztetettek alkohol ügyben. És most érkeztünk el oda, ugye beszéltem a fiatal autókról, ott lehet az E10-et használni. A nagyon öregekben már az E5-ös is problémát okozott, tehát ott már megoldást kellett találni. És van a köztes korszak. Ez a legérdekesebb talán ilyen szempontból a köztes időszak. Itt megint a károkozásról van szó, hát ez elég ijesztően néz ki ez a karburátor, megint csak egy karburátort hoztak föl. Ez egyébként az Oldtimer Markt című német újságnak egy régebbi száma, ugye az alkoholról szól, ott egy kis tartályba, a kép sarkába látszik, hogy teszik be az E10-est, nem tudom mennyire látom. Ők azt a kísérletet végezték el, hogy ilyen szép jénai tálakba öntöttek különböző üzemanyagokat, E5-öst, E10-est, sőt E85-öst is, és ezekbe beletettek alkatrészeket, és hagyták őket ott egy évig állni. Ott állnak, szépen leragaszgatták őket, majd kibontották, és meglátták, hogy mi történik. Itt például látszik, hogy itt az E10-esben állt a karburátor, és nagyon szépen leoldotta a koszokat, a kosz ott van alul a jénai tál alján. Viszont itt látszik, hogy a gumicsöveknek nem tett feltétlenül jót az alkoholtartalom, ezen a régi szövetborítású gumicsöven összeugrott a szövetborítás, itt pedig az egész gumicső gyakorlatilag szétfoszlotta az egy év alatt. Itt azt kéne látni, bár nem könnyen, hogy ha jól látom, hogy egy ilyen kicsapódás keletkezett, ami viszont, és ez itt egy érdekes lesz, azt már most megjegyzem, mert azt is kipróbálták, hogy az E10-es benzinhez egy ilyen stabilizáló adalékot adtak, ilyen etanol közömbösítő, mondjuk így közömbösítő adalékot, és amikor azt is kipróbálták, és azzal ez a probléma, ez a kicsapódás gond, ami az nem jelentkezett. Igen, pára van az üvegen, úgyhogy az látszik itt szépen, menjünk csak lejjebb, ugye így megyünk lejjebb. Még mit láthatunk, itt is mutatnak valamit. Itt is a külső része a gumicsőnek sérült, ott azt ajánlják, hogy ne a régi fajta szövetborítású csövet, hanem mindenképpen újfajtát ajánljunk. És azt is elismerték, hogy azért itt volt egy kis trükk ebbe a mérésbe, mert ugye a benzincső külseje azért ritkán van benzinnek kitéve, a belseje van inkább, tehát a belsejének kell állni a benzint. De ez az új csőnél nem okozott gondot. Na, ez az a lerakódás, amit én magam is tapasztaltam, egy ilyen jellegű lerakódás okozta annak a karburátornak is az eltömődését, ami nálunk egy robogó volt. Látszik, hogy ilyen fajta korróziós problémákat okoz bizonyos ötvözetek esetén az etanol, de ez még egyszer mondom, a 30 évnél idősebb autókra, motorokra igaz, és ugye látszik, hogy azok ugye többnyire karburátorosok voltak. Amikor megtörtént a befecskendezésre való átállás, az elektronikus befecskendezésre,
akkor nagyon sokan váltottak át olyan szintre, hogy az E10-et elviselt az autóján, volt például a Suzuki is, amit az elején említettem, de én csak még egyet mondok, a Honda is, amióta a PGM-FI nevű befecskendező rendszert használja a Honda, azóta minden autója jó az E10-esre. De ugye nem beszéltem a köztes időszakról, hogy mi történt mondjuk 30 évvel ezelőtt, tehát mondjuk 1990 és 2011 között. Na itt van egy problémás rész, ahol vannak autók, amelyek alkalmasak a D10-esre, és vannak, amelyek nem. Ugye két gyártmányt már meg is neveztem. Ugye ez okoz sokaknak gondot, hogy egyrészt ezeknek az autóknak akkor szabad-e használni, vagy nem szabad-e. Na most ezt csak a gyártó tudja megmondani, hogy milyen anyagokat használta az autó építése során. Erre vannak mindenféle táblázatok. Én például itt a Volkswagennek hoztam egy táblázatát, mert Németországban annak idején, amikor azt az E10-es bevezetésre került, jaj, de szépen mondtam, akkor ott a Volkswagen kiadott, itt van rajta az embléma, hogy melyik motorok, melyik típusok érintettek. Itthon pedig van egy benzinkereső program egyébként, illetve több is, tehát mi ugye a Vezesnél vagyunk. Na itt van például, ezt állítottam be, ez a biztostankolás.hu oldal, ami nekem egy elég jól használhatónak látszott. Egy 2010-es autót sikerült beírnom, és ugye azt írja a kereső, piros lámpát kaptunk, hogy nem alkalmas az E10-es használatára. És ugye itt jön a kérdés, hogy ha már a gyár azt mondja, hogy nem alkalmas, ugye a Volkswagen is azt mondja, hogy nem alkalmas, akkor mi történik itt? Hát lényegében ugyanaz a gond, mint az öreg autóknál, hogy itt is a gumicsövek, a tömítések és egyes alumínium ötvözetből készült alkatrészek okozzák a gondot. Érdekes, hogy egy olyan terület van, ahol nagyon jól megfogható az, hogy azokban egyik gyártója sem ajánlja, és ezek a régi közvetlen befecskendezéses benzinmotorok, ilyet ugye dobott piacra a Volkswagen, illetve a Volkswagen csoport FSI jelzéssel, dobott piacra a Ford 1.8-as kivitelbe SCI kijelzéssel, a Toyota is gyártott ilyet, és ezek mind egységesen azt mondja a gyártó, hogy nem ajánlja. Úgyhogy az az igazság, hogy ilyenre vonatkozó ábrát én nem találtam, tehát ilyen meghibásodást nem tudok így mutatni, de azt állítják, hogy ha hosszabban használnak ilyen üzemanyagot, az mindenképpen hibához vezet. Egyébként ez annyira érdekes, meg annyira ellentmondásos, hogy a Német Autóklub például annak idején 2011-ben egyenesen azt merte kijelenteni, hogy aki E10-es tankol és az autójában nem alkalmas az E10-es, az a legjobban teszi, ha egyből leszivattyúzza és valami mást tölt bele, ami alkalmas az autóba, mert problémákhoz vezethet. Hát itt tényleg olyan gondokat kell elképzelni, ha tényleg jelentkezik gond, hogy például megtámadja a gumicsöveket, ami ott probléma mondjuk nem vesszük észre, és a motortérben keletkezik egy benzinszivárgás, ez ugye tűzveszélyt okoz. Tehát akinek ilyen határ esetben van az autója, az mindenképpen jobb, ha ellenőrzi a gumicsöveket, nagy Isten, ha óvatosabb, akkor ki is cseréli, egy viszonylag minimális költségről van szó. Ami probléma, és azért nehéz egy kicsit határozott, egyértelmű választ adni, hogy igen, tankolatsz, igen, nem tankolatsz, semmit nem fog okozni, vagy igen, tutira fog okozni, mert megint csak öregebb autókról van szó, ugye a legfiatalabbak is 10 évesek, tehát megint nehéz azt megmondani, hogy ha előjön egy meghibásodás, egy gumicső elrepedés, egyébként nekem ilyen nem is volt, egyik benzincsővem is elrepett, hogy a benzinszag elkezdett az autó árulkodni, az autó mellett állva is érezhető volt a benzinszag, de hogy például az az autó akkor volt 21 éves, azt hiszem, most mondja meg valaki, hogy abban az a benzincső, az a kortó repett el, vagy nem, ne adj Isten, olyan benzint tankoltam bele, mondjuk én E85-öst tankolgattam, illetve nem E85-ös, miket mondok, hanem sima 95-öst tankolgattam a legnagyobb mennyiségben, nyilván azért, mert ez egy elfogadható áru üzemanyag volt, ráadásul olyan motor, ami nem volt igényes a jobb üzemanyagokra. Na most jön a kérdés, hogy jó, de ha mondjuk az autóm nem alkalmas rá, és nem merek E10-es tankolni, mert tartok tőle, hogy egyrészt a gyár is azt mondja, hogy ne tankoljak bele, és tartok ezektől a jellegű meghibásodásoktól, akkor mit lehet csinálni? Hát tulajdonképpen erre is több megoldás van. Az egyik megoldás az ugyanaz, mint a 30 évnél öregebb autók esetében. Ez pedig az, hogy,
hogy legalábbis én erre tértem át a saját járműveim esetében, saját veterán motorom esetében is, hogy prémium benzint tankolok bele, és ezt ajánlja egyébként ezeknek az átmeneti korban lévő autóknak is a használatához, például az Ásványolaj Szövetség főtitkára Grád Otto is. De hogy miért? Miért ajánljuk, vagy ajánlható akár a nagyon öreg járművekbe, vagy akár ebbe az átmeneti korszakban lévő autókba is a prémium benzin, a 100-as, 98 oktános prémium benzin miért ajánlhatóbb, mint az E95-ös? Hát nem az oktán száma miatt, hanem azért, mert ugyan ezekre is vonatkozik, hogy etanol tartalmuknak kell lenni, csak hogy ezekben nem olyan egyszerűen beleöntik az etanolt, mint ahogy a kukoricából, cukornádból, azt el is felejtettem, hogy a brazilok cukornádból nyerik ki azt az alkoholt, amit utána az autóikba töltenek. Ugyan ott is a cukortartalom az, ami ennek az alapját adja. Tehát ugye az sima etanol, ezt mindenféle főzési, lepárlási eljárásokkal állítják, de gyakorlatilag olyan, mint a pálinka főzés. Arra nagyon hasonló eljárásról van szó. Tehát az a sima etanol. Azonban a 100-as benzinben, tehát ide föl is írom, hogy 95-ös, ide föl írom, hogy 100-as, mondjuk a 100-ast írnám, de hát írhatnám a 98-as, ugye már van egy sok ilyen 98-as van, csak nem tudom, mennyire láthatók ezek a számok, hogy kicsiket írtam-e. Ugye a 95-ös, az bármilyen 95-öst veszünk, az E10-es. Tehát ebbe etanol van, méghozzá 10% most már. Ugye ebből volt, régen volt az 5%-os, ugye régen ugye az estampedli, most a kétstampedli etanol van benne. Na most a 100-as benzinekbe, E-T-B-E. Ez az etil terciel butil éter névnek a rövidítése, és az a lényeg, hogy ez egy vegyület, aminek itt ugye ez az etil benne, tehát ennek is része az, már így csinálom, hogy rá tudjon, hogy ez egy elbetű akar lenni, ennek is ugye része az etil alkohol, de erre most nem tudom, talán megengeditek azt a példát, hogy azt szoktam mondani, hogy mennyire más önmagában egy anyag, meg mennyire más vegyületben, most az a legújabb ötletem, hogy ahhoz hasonlítom, hogy a nátrium, az ugye egy fém, senkinek nem jut eszébe, hogy nátriumot rákcsáljon, sőt a nátrium tartalmú vizet ugye nem ajánlják kisgyerekeknek, tehát ez egy nem túl nagy mennyiségben nem szerencsés anyag, a klór meg kifejezetten mérgező gáz, tehát ha valahol kiárad egy vízi üzemből, akkor ott evakuálják a környéket. A németek ilyennel támadták, azt hiszem talán az angolokat, de lehet, hogy a franciákat az első világháborúban, hogy jól kiugrasszák őket a lövészárokból, mert ha nem ugrottak volna ki, akkor megfulladtak volna a klórtól. Viszont a kettő együtt, tehát most ide a sarokba leírom, hogy ugye a nátriumról beszélünk, és a klórról, ugyanak Cl a jele. Viszont ha ez a kettő anyag vegyületté áll össze, akkor már úgy hívják, legalábbis kémiailag, hogy nátriumklorid, aminek a becsületes magyar neve konyhasó, amit mindannyian szeretünk legalábbis a húslevesbe, vagy a hasább krumplit el nem tudjuk nélküle nézni. Tehát a külön anyag egészen más tulajdonságokkal bír a két összetevő, mintha összeáll egy darab vegyületbe, és ugyanez a lényeg az etanol és az ETB-je között is, vagy az etilterciár butil étel között is, de hogy még mutassam a különbségeket, ilyen különbség például, hogy az etanolról, remélem, hogy jól emlékszem, annak az oktán száma 104, az ETBE 117, tehát sokkal nagyobb az oktán száma. Az etanolnak a fűtőértéke az olyan 29-30 körül van, írjuk azt, hogy mondjuk, hogy 30, az ETBE 36, tehát a jobb a fűtőértéke is, több energia jön ki belőle. Azt mondja, hogy még mit akartam mondani. Ja, még egy különbség, hogy az etanol szívja magába a vizet, ugye ezzel is, emiatt van a korrozív hatása, az ETBE nem szívja a vizet. Tehát egy teljesen más vegyületről beszélünk. Ugye itt látszik is, hogy az ETBE-nek, hogy magasabb az oktánszám, az például segíti azt, hogy a 100-as oktánszámot elérjék ezekbe a benzinekbe. Persze maga az etanol is javítja az oktánszámot, tehát ugye máshogy lehet keverni a benzint, hiszen a maga az etanol tartalom is sokat hozzásegít. De itt látszik, hogy mind a kettő, ugye a fűtőérték, egyébként még egyet akartam mondani, hogy a benziné az a 40 körül van, tehát az mind a kettőnél nagyobb a sima benzinnek a fűtőérték. Egyébként ezt megazsúl per kilogramban. Nézzük, ez nem literre, hanem kilogramra igaz.
Tehát egy teljesen más tulajdonságokkal rendelkező anyag, ez nem támadja meg a gumi alkatrészeket, nem támadja meg az alumíniumot, nincs ilyen korrozív hatása, ezért szokták ezt a 100-as benzineket, az ETBE tartalmú 100-as, illetve 98-as tartalmú benzineket ajánlani a 30 évnél öregebb, illetve ebbe a kor határesetben, tehát a lévő autóknál egyébként. Úgy szokták, hogy ugye nagyon sok márkánál még egy határidőt elfelejtettem mondani, tehát mondtam a 30 évnél öregebbeket, akkor van a 90 és 2000 közötti, azok közül nagyon sok beleesik már ebbe az etanol mizériába, hogy nem annyira szereti, nemhogy az E10-est, hanem már az E5-ös sem. A 2000 és 2010 közötti autók között már nagyon sok az olyan autó, ami már azért tud E10-essel is menni minden gond nélkül, és ugye 2011. január 1-től meg mindegyik gyakorlatilag. Egyébként azt mondják, hogy az érintett autók száma olyan 800 ezer és 1 millió között van, hát ez ugye azért van, mert nálunk viszonylag öreg az autópark, az átlag életkor 14 és fél év. És még egy megoldást mondanék, ami elhangzott egy kicsit egy utalás abban a bizonyos Oldtimer Markt újságos anyagban, nem tudom, hogy az nyitva maradt-e, nem ez maradt nyitva, nem ezt hagytam, itt van a Volkswagennek az érintett autóinak a listáját. Azt mondja, ez volt ez az Oldtimer Marktos cikk. Ugye itt említettem azt, hogy azt figyelték meg, nem ezt kell meghúznom, hülye vagyok, bocsánat, kinagyítjuk, szép nagy lett, hanem azt, hogy próbáltak egy olyat, ahol az E10-esbe hozzákevertek adalékot, benzinadalékot. Őszintén szólva, én ezt csak... Én lehet, hogy én egy kicsit túl óvatos vagyok, de én például kertigében, tehát olyan ritkán használt eszközökben, mint a veterán motorom, mint a fűnyíróm, ezekben kizárólag, vagy a fűnyírónk pontosabban, vagy a láncfűrész, vagy van még fűkaszánk is van, kizárólag 100-as benzint használok, egész egyszerűen azért, mert ez nem romlik meg. Tehát a 95-ösnek, és ebben sajnos az E10-es is tovább örökli, tehát a 95-ös E10-es is tovább örökli, hogy az élettartama nem végtelen, egy olyan fél év után már hajlamos lehet megbüdösödni, ha levegőt kap, meg előjön ez a korrozív hatása, ahol elő tud jönni, tehát régebbi fűnyíróban, ami esetleg nincs rendesen levédve a tankja, ott már megjelenhet. Ugye ezért javasolják, hogy mindig tankoljuk is tele a járművet, hogy ne legyen tere, hogy ott a vízpára hasonlott, ez a korróziós hatás kijöhessen, de ha aki százast használ ezekben az eszközökben, nem lesz gondja. Nekem is van olyan tehát van olyan benzinem, ami lassan már 2 éves, ilyen 100-as benzin, és én öntöttem hozzá egy adalékot, egy ilyen stabilizáló adalékot, amit itt is az Oldtimer Marktos újságírós kollégák használtak. Ilyen jellegűt, ugye mind a két itt is írják, hogy akkor ez nem állt fönn. Ilyet itthon is lehet kapni, mondjuk nekem pont ezzel személyes tapasztalatom nincs. Hol van? Ez inkább én nem mutatom meg. Ja, ez most miért ez jött fel? Nem ezt akartam, bocsánat, ezt akartam. De az a lényeg, hogy léteznek ilyen, ezen rá is van írva, hogy egy etanol kezelő adalék, ez például 500 literhez elég, itthon 3500 forintért lehet kapni. És ugye az Oldtimer Marktosok is azt állították, hogy egy éves áztatás után is, amiben beleöntöttek ilyen adalékot, ott nem jelentkeztek azok a problémák ezen egyszerű kísérletük folyamán, amiket ugye felsoroltunk, alumínium korrózió, gumi alkatrészek megromlása, és még egyet szerettem volna mutatni, hogy ebből egyébként mennyi van ilyen anyagból, remélem, hogy használható lesz, azt mondtam, hogy sajnos itt is segít, ha az ember lát, itt is van, itt már föl is jött a kereső, hogy ethanol fuel treatment, rámegyek a képekre, csak hogy a mennyiséget mutassuk, tessék parancsolni. Ennyi félét árulnak, például Amerikában is, és ezek egy része ugye arra szolgál, hogy például pont arra, hogy például a fűnyíróba veszünk mondjuk 95-ös benzint, akkor ha ilyen adalékot adunk hozzá, akkor az nem fog megromlani fél év után, nem lesznek például tavasztal, ha elővesszük a fűnyírót indítási nehézségünk, de ez természetesen autóra, motorbiciklire, robogóra, mindenre igaz, amiben benzin van, hogyha abba ősszel 95-ös tankolunk, teljesen elképzelhető, főleg régebbiekbe, hogy tavasszal nem fog elindulni, ezért szokták ajánlani ilyen adalékok használatát. Mondom, én használom, csak én még ott is csalok, hogy én még teszek bele
Tehát én eleve a 100-as benzinből indulok ki, mivel egy fűnyírónak a fogyasztása nem olyan nagy, a láncfűrészén nem olyan rettenetesen nagy, tehát ezért nem fáj az, ami egyébként autóban igen, hogy 40-50 forinttal ugye többe kerülnek ezek a prémium üzemanyagok, mint a sima 95-ös, ami most már ugyebár szinte kizárólag E10-es, de ha nem is, akkor hamarosan az lesz. Egyébként, hogy ez az E10-es mennyire terjed, erre csak azt lehet mondani, hogy Nyugat-Európában már nagyon régóta használják, a Németországban is van, de például Bulgáriában, Romániában még rosszabb az autóparkot. Tavaly vezették be, a környékbeli országokban, Szlovákia, Csehország, Lengyelország pedig idén vezetik be, teljes körűen, ugyanúgy, mint nálunk. Tehát igazából ennyit tudtam volna elmondani, tehát még egyszer a régebbi autók azok ugye már az 5%-os etanoltartalmú 95-ös sem szerették, az újabb autókra az E10-es sem jelent problémát. A kettő között meg kell nézni, hogy érintette az autó vagy sem. Nem tudom, hogy megmutassam már megint azt az oldalt, ami volt. Tehát akár a vezesbe lehet menni, vagy volt ez, talán az volt a neve, hogy biztos, ki is jött. Azt nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni. Rányomok egy endet, én úgy szoktam. Vagyok egy nagyon profi, mint az ábra mutatja. Tehát vagy ezt például, ezt az oldalt megpróbálni, és itt szépen végigpróbálni, és utána jön a nagy döntés, hogyha mondjuk ezt, itt piros lámpát kapunk, akkor, hogy áttérünk a 40 forinttal drágább 100-as benzinre, ami nem fogja bántani az autót azért, mert nem etanol van benne, hanem ez az ETBE, vagy megkockáztatjuk, hogy mégis beletankoljuk az E10-est, csak erre tényleg azt mondják, hogy hosszabb távon semmiképpen nem fog használni az autónak, tehát valószínűleg nem egy tankolás után fogjuk érezni a problémákat, hanem egyszer későbbiekben előjön az a gond, amit itt egy pár képen is próbáltam mutatni, hogy az arra érzékeny anyagoknál, gumicsöveknél, tömítéseknél, alumíniumnál esetleg beindulhat egy olyan, az alumíniumnál ez a korróziószerű folyamat, a gumicsöveknél ez a repedezés, kiszáradás, ami az autó üzemképtelenségét okozhatja. Megállni nem fog, tehát nem, elvileg olyan hiba nem lehet, hogy ott útközben valahol összeomlik az autó, de én még ezt sem merem igazából kimondani, de a hosszabb üzemeltetés során problémák adódhatnak vele. Na most, ha valaki nagyon nem talál támpontot, vagy nagyon nem igazodik el ebbe az egész történetbe, annak én azt tudnám mondani, hogy tulajdonképpen, most ezt hívnám be megint ezt a képet, hogy elvileg a gyártóknak kellene mindenképpen állást foglalni. Ez azért nagyon jó különben, ha a gyártóhoz fordulunk, tehát adott esetben bármelyik ez, ahol a problémát vagyunk. Itt ugye a Volkswagen előre megelőzendő Németországba kiadta ezt a listát, mindenki elolvashatja, de hát ugye megint németül van, nem biztos, hogy mindenki eligazodik rajta. Itthon is az lenne a megoldás igazából, hogy a gyártóhoz egy márkaszervizhez kéne fordulni, és a legjobb lenne persze, ugye Magyarországon elég zűrös a jogérvényesítés, hogy így mondjam, tehát elvileg az lenne a legjobb, ha egy márkaszerviztől, vagy magától a márkától kapnánk egy írásos papírt arról, hogy alkalmas az autónk, vagy sem. Ez így hülyeségnek látszik első blikre, de ezt igazából nem magunknak és az autónknak gyűjtjük be, hanem már a bíróságnak. Arra gyűjtjük be, hogyha bármi vita van, akkor mi föl tudjuk mutatni, hogy kérem szépen nekem a gyártó mondta, hogy ebbe az autóba az E10-es alkalmazható. Tehát egy kicsit magunkat védjük le ezzel. Mondjuk tényleg nagyon jó, ahol a gyár ennek gyakorlatilag elé megy, mert ha ő ezt nyilvánosságra hozza, azt a listát, hogy ezekre, és nem ilyen mindenféle ki tudja honnan származó keresőnk van, akkor és onnan bogarásszuk ki, hogy igen vagy nem, vagy esetleg elnézzük, mint ami megtörténhet, hogy mondjuk egy ilyen kereső nem tökéletesen működik, vagy elnézzük, vagy nem tökéletesen működik, akkor ugye bajba vagyunk, mert egy ilyen keresőre nem hivatkozhatunk, hogy a kereső azt mondta, hogy vagy nem találtam meg benne az autómat. Ha a gyár nyilatkozik ezügyben, hogy igen vagy nem, akkor annak a mérvadónak kell lenni. Az valószínűleg egy írásos véleményt a bíróságon sem tud a gyártó megvédeni, ha rosszat adott ki. De többféle kereső van, itt van például, ami nekem nagyon bevált, vagy legalábbis ez nagyon használhatónak tűnt, ez az e10tanken.de német, ugye ők is csináltak ilyen keresőket. Egy baj van, hogy ez megint németül beszél, ugye itt megkérdezi, hogy kann ich super E10, hogy tankolhatok-e
E10-est, és akkor itt vannak a főbb márkák, és már van egy csavar a történetben, itt van, hogy mer, azaz több, tehát az összes többi márka, ami nincs itt, az ez alatt található meg, tehát azt kell megnyomni, ami nem kékkel jelzett, tehát ide lehet bemenni ahhoz, hogy ekkor jön elő az összes többi márka, és lehet rákeresni a mindenféle autónkra, és sajnos az, hogy továbbra is németül beszél a lelkem, tehát például itt van ez a Skoda, amiben mi most találtunk egy kis problémát, és itt van például, hogy Felícia, akkor a Felíciára ki fogja írni, ugye mondjuk ez azt hiszem, hogy elég jól érthető jel, pirossal írja, itt benne van a nicht szó, meg itt, itt van ez a tábla is, nem szabad a Felíciába E10-es tankolni, problémát jelent, és még itt még van egy érdekes, ha jól értem itt az alsó feliratban, hogy ez a felvilágosítás az autógyártó információján alapul, és a Németországban és az Európai Unió államaiban eladott autókra vonatkozik. Na most ugye apró probléma, hogy akkor mi még nem tartoztunk az Európai Unióhoz, amikor ezt az autót gyártották, bár az is igaz, hogy látszik, hogy 2018. 8. hó 31, tehát nem régen állították össze ezt a listát, tehát ez sokakat segíthet. Ugye, ha itt zöldet kapunk, akkor nagy valószínűséggel minden további nélkül használhatjuk az autót, ha pedig pirosat, akkor itt van ugye az Octavia 2-es, ahol egyből rákérdez, hogy az ön autójának 2 literes FSI motorja van-e. És ha én azt mondom, hogy igen, mert ugye ez áll a forgalmiban, meg én is így tudom, akkor megint pirosat fogok kapni. Ellenben, ha nem ilyen motor van, mert ugye a 2 literes FSI a közvetlen befecskendezéses motorja volt az Octaviának, ha azt mondom, hogy nem, akkor újabbat kérdez, hogy ugye 1.6-os FSI van-e benne. Ha azt mondom, hogy igen, ez is érdekes, ezt még nem játszottuk így le, azt mondja, hogy megint csak nem alkalmas, de azt mondom, hogy nem FSI motor, tehát nem közvetlen befecskendezéses motorom van, akkor azt mondja, hogy minden más 2-es Octavia 2004 és 2013 között alkalmas az E10-esre. Ez már ezen is látszik, hogy ez egy elég részletes és igényes kereső, úgy apró gondja, hogy németül beszél. Ugye sajnos itt van az FSI motoroknál, ahol szerintem óvatosságból érdemes a prémium benzinek irányába elmozdulni, mert ezeknek a motoroknak a javítása, ha mégis valami gigszer előáll, főleg ha ilyen a befecskendező rendszer támadja meg az etilalkohol vagy az etanol, akkor az elég drága mulatság lehet. Bár én hallottam olyan károsultat, aki azt mondta, hogy neki nem is a javítás volt akkora gond, mert az végül is meg lehetett oldani, egy ilyen dugulást idézett elő a probléma, de ettől útközben nagyon lelassult az autó, hogy alig kínlódta el magát A-ból B-be, hanem maga ez az út, amit egy télen hidegbe kellett megtenni, és nem tudta, hogy eléri az úti célját, hogy el fog-e menni, aztán végül elment az autó odáig, úgyhogy nem volt végül is akkora gond, de utána ki kellett cserélni az autóban néhány dolgot, hogy működjön. Hát az az igazság, hogy én nekem az a tippem, hogy azért is most vezették be ezt az E10-est, mert most már tényleg nagyon öregek azok az autók, amik öregek kezdenek lenni, amikben nem alkalmas, tehát azok már elvileg le kellett volna, hogy selejteződjenek, hát az egy speciális hazai probléma, bár ugye Bulgáriában, Romániában ez épp úgy fönnáll, sőt szerintem Szlovákiában is, hogy nálunk elég öreg az autópark, de hát tovább ezt már nem lehetett halogatni, hiszen környezetvédelmi indokok igazolják, vagy kényszerítik ki a környezetbarátabb üzemanyagok felhasználását. Hiszen nő az autóhasználat, egyre több autó van, hogy ezt valahogy ellensúlyozni tudják, ehhez ugye ez például azzal lehet, hogy a környezetbarátabb üzemanyagokat használunk. Ugye hosszabb távon valószínűleg a villanyautók elterjedése, a hibridek elterjedése jelenthet előrelépést még ez ügybe, hát ugye főleg a villanyautóké, de hát az a baj, hogy az még a jövő zené, egyelőre az elektromos autók elég drágák. Remélem, hogy mindent elmondtam, ami érdekelt, ha valaki valami még valakinek eszébe jött, nyugodtan írjon kommentben, kérdezzen, vagy ossza meg velünk tapasztalatait,
Tehát én szívesen veszek bármit, aki bármit próbált ez ügyben, hogy mit talált, mit szól ehhez. Úgyhogy szívesen várok minden hozzászólást. Remélem mindazonáltal, hogy valamit segítettem az eligazodásban. Úgyhogy ha tetszett, akkor iratkozzatok föl, és nézzétek tovább a Bezes YouTube csatornáját. Köszönöm szépen a figyelmet!